Nem csak az idősebb korosztályt és a szív- és érrendszeri betegségben szenvedőket viseli meg a kánikula, az egészségesekre is negatív hatással van. A 40 fokhoz közeli hőségben csökken a vérnyomás, alacsonyabb lesz a pulzusszám, és ennek következtében gyengül az összpontosítás, lankad a figyelem. Ez már önmagában balesetveszélyes a közlekedőkre nézve, sőt a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tikkasztó hőségben kiszáradt sofőr koncentrációja nem sokkal jobb, mint egy ittas járművezetőjé. A túlzott hőártalomnak többféle tünete lehet, jellemzően általában gyengeség, szédülés, akár a testhőmérsékletnek a megemelkedése, tehát ugyanúgy, mint egy láznál, a testhőmérsékletnek a megemelkedése is jelentkezhet, fejfájás, hányinger, hányás szokott jelentkezni, ilyenkor mindenképpen értesíteni kell a kezelő orvost. Hosszabb utazás során érdemes beiktatni pihenőket, és ilyenkor kiszállni az autóból, átmozgatni a végtagokat. A házi orvos szerint lehetőleg vizet fogyasszunk, de a lédús gyümölcsök is jótékony hatásúak lehetnek. A klimatizált autóknál, csak úgy, mint az otthoni és munkahelyi környezetben, ügyelni kell arra, hogy ne legyen túl nagy a különbség a külső és a belső tér hőmérséklete között. Nem az a cél, hogy mondjuk 18 fokot tartsunk bent a házban, miközben kint meg van 40 fok, hanem azért egy ilyen élhető, 24-25 fokon próbáljuk megtartani így az akár az irodának, akár az autónak, akár a lakóhelyiségnek a klímáját, mert ugye a túl nagy hőmérséklet ingadozás, tehát hogyha a relatíve nagy hidegből kimászkálunk a nagy forróságba, az is külön még jobban megterheli a szervezetet, úgyhogy a túlzott klimatizálástól is óvaintenék mindenkit. A másik nagyon fontos ugye az, hogy ha már mondjuk kint kell tartózkodni, főleg, hogyha mondjuk valamiféle fizikai munkát kell végezni kint a nagy melegben, akkor lehetőleg rendszeresen tartsanak szünetet, illetve nagyon fontos, hogy ilyenkor a szervezetnek a folyadékigénye az a többszörösére emelkedhet, tehát akár az is lehet, hogy 4-5-6 liter folyadékfogyasztás is szükség lehet. Ez ugye célszerű, hogyha mindenképpen valamiféle alkoholmentes, cukormentes ital, tehát akár egy sima zöldtea, vagy csak simán víz. A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban is folytatódik a hősokkal járható kánikula, amelynek esetleges negatív következményeit könnyen kivéthetjük, ha gondoskodunk a megfelelő hidratáltságunkról, és kerüljük a hőgutát okozó helyzeteket.